A rendelet múlt héten pénteken jelent meg a Magyar Közlönyben. Az idei év márciusától szeptemberig segíthet abban, hogy fixáron kapják a földgázt az érintettek. A döntéssel kapcsolatban megkerestük a város önkormányzatát, hogy mit jelent mindez Székesfehérvár számára. Az önkormányzat válaszának értelmében Székesfehérvár az általa fenntartott intézmények és az önkormányzati cégek esetében az érvényben lévő szerződései miatt, illetve arra tekintettel, hogy a fűtési időszak kis részére vonatkozna csak a most bejelentett intézkedés, nem tud élni ezzel a lehetőséggel. Magát a megoldást azonban mindenképpen előremutatónak látja. Jó lenne ugyanis elérni, hogy fix és kedvezményes áron jutassanak az önkormányzatok, intézményeik, vállalataik áramhoz és gázhoz. Ez a minden bizonnyal alacsonyabb árak mellett kiszámíthatóságot is eredményezne a települések életében, olvasható a közleményben.